Sziasztok! Ma is egy nagyon-nagyon érdekes videóval érkeztem, ugyanis látva, hogy mennyire tetszett nektek az előző Urbex-es videó, ezért úgy gondoltam, hogy nem állunk meg itt és megyünk tovább. És a mostani célpontunk a Balatonedericsi Fekete Kastély lesz, és mi ide holnap fogunk menni, viszont még indulás előtt szerettem volna mesélni egy kicsit a kastély történetéről, meg hogy miért is annyira különleges ez a kastély, mert reggel annyi időm nem lesz, ugyanis 3 órát fogunk utazni, hogy odaérjünk a kastélyhoz, szóval nem keveset. Úgyhogy még így előtte szeretnék nektek pár dolgot mondani a kastély történetéről. Összességében annyit kell tudni erről, hogy ez azért különleges, ugyanis itt 4 öngyilkosság és 1 gyilkosság történt, ami nagyon hátborzongatóvá teszi ezt a helyet. Az egész úgy kezdődik, hogy Nedecki Jenő megvette ezt a kastélyt a nagyapjától, Istvántól. A kastély pedig az egykori színéről, a fekete színről kapta a nevét, mások szerint pedig a feketére festett ablakai miatt lett a kastély neve Fekete Kastély. Az első gyilkosság 1912-ben történt, mikor az egyik férj megölte a kastély szakácsnőjét féltékenységből. Az első öngyilkosság pedig 1914-ben történt, maga Nedecki Jenő ölte meg magát a saját születésnapján. A kastély többször is gazdát cserélt élete során, a következő gazdájára 1928-ban talált rá, ő pedig Vág Jenő volt, ő egy pesti ügyvéd volt, aki ekkor költözött le a feleségével, viszont mikor megtudta, hogy a feleségének szeretője van, ezért öngyilkos lett a kastélyban, és nem sokkal később az özvegy új vőlegénye is öngyilkos lett, miután megtudta, hogy a nő szíve már másé. Nőnek egyébként nem volt szerencséje további udvarlókkal sem, ugyanis a következő férje azt már többször is körözték bigámiával, és a nő összes pénzét elköltötte, majd kereket oldott. A kastély következő gazdája egy nyugalmazott főtanácsos lett, akinek az özvegy adta el a kastélyt, és ő a németeknek dolgozott elméletileg, viszont ő egyébként a szovjeteket segítette, és valószínűleg azért lett öngyilkos 1945. februárjában, mert a németek erre rájöttek. Hát röviden nagyjából ennyi a sztori, nagyon sok évszámot és nagyon sok olyan infót, hogy mondjuk rengeteg név meg adott nem akartam beletenni, inkább ezt, hogy tényleg miért különleges a kastély, inkább ezt akartam megfogni, mik voltak ezek a halálesetek, amik itt történtek, úgy érzem most ez fontos. És mint tudjátok, én elég spirituális vagyok, szóval hiszek például a szellemvilágba, úgyhogy nekem ez egy nagyon érdekes élmény lesz. Nem akarok velük társalogni, nem viszek semmilyet, hogy rampolt, vagy ilyesmi. Nem lesz semmi ilyen igazából, nem is tervezek velük kommunikálni. Remélem azért nem jelenik meg nekünk ott senki, meg semmi. Csak tényleg körbe szeretném járni a helyet, és már nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert egy ilyen történet... Szóval egy ilyen történettel rendelkező kastély szerintem mindig nagyon érdekes, és már nagyon kíváncsi vagyok, milyen lehet a hangulata az egész helynek. Mindenki egyébként, aki itt volt, és írt róla, vagy elmondta, hogy milyen, beszámolt róla, az azt mondta, hogy van egy ilyen misztikus légköre az egész kastélynek, úgyhogy én már nagyon izgatott vagyok, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg megérte-e, érte utazni 3 órát, összesen 6-ot már oda-vissza, összesen 6 órát, úgyhogy majd a végén megmondom, hogy megérte ez a 6 óra vagy sem, de nagyon-nagyon remélem, hogy igen. Na sziasztok, el is érkeztünk a második naphoz, vagyis a naphoz, mikor elindulunk. Most jelenleg olyan 8-20 lehet, és nagyjából olyan 11:30-re érünk oda a helyre, és már nagyon-nagyon izgatott vagyok, megmondom őszintén. 2 átszállásunk is lesz, de direkt úgy néztem, hogy ne rizikós átszállási idő legyen. Mindig lesz ilyen 12-16 percünk, úgyhogy amiatt nem aggódok, de én már rettenetesen izgatott vagyok. Talán az előzőben azért voltam nagyon izgatott, mert akkor még nem tudtam milyen. Most meg azért, mert úgy érzem, már egyet fölléptünk, és picit fokozzuk a rémületet, vagy
nem is tudom, hogy fogalmazom, de úgy érzem, ez picit extrább lesz, mint az előző, és remélem, hogy itt be tudunk menni, mert az nagy bukó lenne, ha elutazunk ennyit, és nem tudunk bemenni. Más nem kívülről megnézzük. Egyébként most többet szeretnék majd videózni, nem tudom, mennyire fog sikerülni, de a Balaton is szeretnék, meg ugye ott is felkészültem, letöltöttem filmeket, hoztam a kis verses noteszemet, majd írok, úgyhogy jó lesz, itt van anyum is, szokásosan anyummal jöttem, úgy hittem ma, úgyhogy én már nagyon várom, és úgy érzem, az a 3 óra simán el fog menni, legalábbis nagyon reménykedek benne. Jó kis koszos aluljáró. Egyébként megmutatom, hogy mit vettem most föl. Szóval van rajtam egy nagy pulcsi, mert igazából azt mondták, hogy nagyon meleg lesz, viszont még egy picit hű van. Szóval inkább felvettem egy pulcsit. Van egy sima farmer gatya, múltkor legényt volt rajtam, de most úgy tudom, hogy nem kell annyit mászni, úgyhogy megkockáztattam a farmert, és sima elfolt. És ez alatt még van egy póló, hogyha esetleg melegem lenne, ami valószínű, és hoztam a kis tatyómat, minden jóság benne van, epertől elkezdve paprikaspring, keresztül, szendvics, iPad, töltő, minden benne van, ami kell, hát úgyhogy mindenre felkészültem. Megvagyunk, leszálltunk az első vonatról, most megyek fel a Vágányra, de gyorsan megtaláltuk, szóval nagyon-nagyon örülök. Most nagyjából egy órát fogunk utazni, és ott kell majd a végállomáson átszállni. Én már rettenetesen várom, viszont már kezdek éhes lenni. Úgyhogy szerintem, ha fölérünk, szerintem egy szemicset minimum veszek, vagy epret, még nem tudom, de már rettenetesen várom. Egyébként azt olvastam a helyről, hogy simán be lehet menni, és... be lehet menni, csak picit veszélyes, és nagyon-nagyon kell figyelni, mert már az enyészeti a hely, de tudjátok, nem állít ez minket meg, bátrak vagyunk, és be fogunk menni. Szóval sikeresen felszálltunk a második vonatunkra, és nagyon remélem, hogy jó helyen vagyunk, ugyanis ennek a vonatnak vannak helyjegyes, illetve sima vagonjai is, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó helyre szálltunk fel, mert nem helyjegyünk van, hanem csak sima. Viszont most vár ránk egy röpke 1 órás út kezdteig, onnan meg aztán át egy tapolcai vonatra, onnan meg leszállunk Edericsen, de lesz röpke 1 óránk, addig szerintem Netflixezek, meg verseket írogatok, szóval remélem el fog hamar repülni ez az 1 óra. Jelenleg 10:45 van, 11:11-re kell odaérnünk, de már nem tudom, több mint 1 óra utazunk, de már kezdek unni. Már próbáltam aludni, az nem ment, megnéztem sorozatból egy részt, zenét hallgattam, aztán most szerintem csak ülök és nézek ki a fejemből. De nagyon nem történik semmi érdekes, majd ott lesznek az érdekes dolgok, mire mikor odaérünk. Úgyhogy azt tartja bennem a lelket. Na, fenn vagyunk a második vonatunkon. Ez egy tapolcai vonat, ami elvisz minket majd Edericsre. Azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon retro. Ilyen
ilyenek az ülések, és ilyen elhúzható sajtai van egyébként, ilyenek még nem ültem már, mint ami ilyen üléses, és nagyon pici, egy vagomból áll az egész, de nagyon hangulatos, hogy megvan a vibe-ja, olyan tényleg olyan igazi retro, és már nagyon várom, hogy oda érjünk. De nagyjából innen már csak 20 perc Ederics, úgyhogy már nem vagyunk messze a célpontban. És egyébként, miközben gurult be a vonat, láttam kis házikókat, ilyen faházikókat, amik ilyen elhagyatottak, meg picit eléggé romos állapotban vannak, de nekem azok nagyon megtetszettek, úgyhogy ha esetleg visszafele elkésnénk a csatlakozást, akkor lehet, hogy úgy bejtem azt, vagy egyszer ide is eljövök, még nem tudom, de azok nekem így nagyon megtetszettek. Nézzétek csak, mi van ott! Nézzétek! Megjöttünk! Végre valahára megjöttünk! Végre valahára megérkeztünk 3 óra utazás után Edericsre, és most nézzétek, milyen szép a kilátás, ott ilyen kis hegyek vannak. Úgyhogy most Google Maps-el megkeressük, hogy hol van a kastély, mert jelenleg fogalmam nincsen. Kiemelkedő valamit, amit most Kriti nem tudok nektek bemutatni, de szerintem az lesz az ott a... Na... De ne fókuszálj az ujjamra! Szóval az ott a kastély szerintem. De gyerekek, ez gyönyörű, mint valami mesevilág. Úgy tűnik, megvan az az út, ahonnan már majdnem egyenes a kastély, és már lerohad a lábam. Anya, mi a véleményed? Az arckifejezése mindent elmondott. Azt hittem, hogy jó, tudtam, hogy mennyire van, de most elég meleg van, és a tűző napon sétálni nem a legkellemesebb. Pulcsimat is levettem van a kezembe, de remélem, hogy ott legalább valamennyivel hidegebb lesz, mondjuk egy, találtunk egy kastélyt, az elég jó állapotban van, szóval lehet, hogy az, de van egy kocsi. Gyerekek, jelenleg Lutri, bár ott nem hinném, hogy annyira könnyen át lehet menni, vagy igazából most eléggé Franci tudja, hol vagyunk, de megyünk. Nem tudom, hogy jó fele-e, de megjöttünk! Meg vagyunk! Minden tiszta törmelék. Nagyon kemény. Nagyon durva. Majd ezeket kitakarom. Van valami lejáró, úgyhogy remélem, ez nem omlik be alattam. Mi a probléma? Mindenhol tiszta graffiti, minden tiszta káromkodás. Ez meg itt egy ilyen parketta. Nagyon durva. Gyerekek! Itt fullra sötét van, csak jó az éjszakai módja, a telóm, de ez nagyon kemény. És egyébként nem tudom, hogy melyik volt az a hely, ahol itt meghaltak az emberek, de nagyon para az egész. Jaj! Jelenleg egy sötét folyosó felé tartok. Komolyan, mint a horrorfilmekben.
van egy lejáró. Szintén. Jó. Nagyon kemény. Szerintem ez volt a fürdő szempéből, és ezekből ítélve, ugye az előbbit jöttünk be, de ropog alattam az üveg, úgyhogy ide óvatosan gyertek le tőlem a papucsba. Most átjöttünk egy ilyen másik terembe, szét van verve az egész. Csak annyi a különlegesség, hogy lyukas a plafon. Én annyira szeretném tudni, hogy melyik volt ez a szoba, ahol megtörtént az öngyilkosság, vagy az öngyilkosságok és a gyilkosság. Nagyon ijesztő. De egyébként semmi olyan jelenlétet nem érzek, de lekopogom. És most akkor felmegyünk az emeletre, ami egyébként nem annyira magas, de az a mázli, hogy ez kőből van, mert a fából lenne, akkor ez már esélytelen, így is beomlottak a padlók. Gyerekek, te jó ég! De ha itt jártok, nagyon-nagyon vigyázzatok, mert nagyon sok leszakadt ilyen padló van, úgyhogy erre nagyon-nagyon vigyázzatok, hogy hova léptek. Akkor nézzünk rá a teraszra. Gyerekek, ez így most eléggé lepukkan, de ez régen gyönyörű lehetett. Ott is fönn minden. Igaz, hogy most tele van graffitizve, de akinek hasonló szem van, mint nekem, az így el tudja képzelni, hogy milyen szép lehetett, amikor itt járkáltak szép ruhába. Meg itt elmélkedtek az életnek dolgai. Úgyhogy, és visszaérkeztünk egyébként ide, az előbb mutatott teremhez. De nagyon szép ez az erkély. És akkor ugye itt vannak a kis, nem tudom, kis tartó oszlopocskák, nem teszem be a neve, de ez gyönyörű. Ha egyszer jártok itt, akkor ezt mindenképpen nézzétek meg. Gyerekek, itt van egy feljáró. De nagyon instabilnak tűnik. Maximum még erre felmennék, de utána meg már igazából, ha megmutatom nektek, igazából a tetőre érkeznénk, ott már nincsen semmi. Úgyhogy ezt nem vállalom most be, mert hát nem érnék vele sokat. Te jó ég!
szintén egy ilyen szoba. Tele graffitizve, de a tapéta ilyen, vagyis a falfestés nagyon-nagyon régies. Olyan furi itt lenni. Gyerekek, ez nagyon sötét. Nagyon dark. És nagyon ijesztő. Vigyázz! Itt szerintem én itt az ennyi. De ez nagyon para. Ez szerintem, nem tudom, valami pince lehetett talán. Mert most a legalsó szinten még vagy felszinten, de nagyon kemény. Egyébként kívülről így néz ki. Oda valahogy fel szeretnék oda menni, de szerintem oda nem lehet, mert ott pont az egyik padlójukat, ami oda vezet, de majd még lecsekkolom. Egyébként egy ilyen erdős helyen van, és ne tévesszem meg benneteket, mert van egy fehér ilyen kastélyszerűség is, az nem ez. Az nem ez. Ez ilyen kis lepukkant, de egyébként gyönyörű, szóval akinek hasonló ilyen mentalitása van, mint mondjuk nekem, az megtalálja benne a szépséget. Mászunk. Jaj! Akkor ijednék meg, ha itt most valaki kinézne, aki nem emberi lenne. Mert egyébként vannak rajtunk kívül itt még egy páran, de... És azt mutattam meg, nem most, hanem picit régebben, de azt. De ez nagyon gyönyörű. Nagyon szép. Most még járjuk a kastélyt kívülről, tökön passzuljon, keresztül megyünk át, de ez gyönyörű. Szóval, aki imádja az ilyen helyeket, az nyugodtan jöjjön el, mert hát igaz, eléggé graffit is, meg szét van szedve, de még azért felelhetőek benne a múlt darabkái, és gyönyörű, tényleg. Nagyon szép, engem nagyon megfogott. Az jól tett. Most találtunk emellett egy kis házikót, amit nem értünk, hogy mi meg hogy, mert nem lakik senki. De itt tök sok ház van mellette, aki már volt itt, az tudhatja, de ez régen a kastély része volt vajon? Mert nincs. Hát így megmutatom, hogy van hozzáépítve. Szóval így, ilyen. Nem tudom, lehet régen ez a kastély része volt, de nem laknék itt. Szívesen azért ezt elmondom. Aztán van egy ilyen. Ez egy ágy volt régen szerintem. Ez meg egy szekrény. Itt meg aki bejön, az nagyon vigyázzon, mert a plafon már most borzalmas állapotban van, úgyhogy vigyázzon. Van egy ilyen klóros flakon, vagy hát annyira nem akarom piszkálgatni, úgyhogy inkább azt hagyom. És van, képzeljétek el, két kis fészek. Nagyon édesek. Egyébként, amit itt megfigyeltem, így nagyjából, amikor már ilyen 10 perce bolyongtunk a kastélyba, az, hogy köhögnöm kellett. Szerintem semmi természet felett nincs ebbe, csupán az, hogy rohadt poros ugye minden, és ugye, ahogy a torkomba lerakódik, vagy valami ilyesmi biológiailag, nem tudom, ez hogy működik. De aki mondjuk aszmás, annak így azt mondom, hogy én nem vagyok, de hogy így én is éreztem, hogy köhögnöm kell tök sokat. Aztán most elkezdtük körbejárni a mellette lévő kis házikókat, és itt ez szerintem WC lehetett valószínűleg, és teljesen szét van verve. Ennek annyi, de annyira nem tudom, olyan rossz érzésben lenni valószínűleg. Ez már később épült, mert minden, szóval semmi olyan nem lehet, de nem tudom, olyan nem kellemes az érítani. Biztosan börtönünk a hatása van, jaj. És azt akartam tényleg mondani, hogy ide papucsba, meg kis balerina cipőbe ne gyertek. Még ebbe a vastag talpú cipőmbe is azért necces. Szóval vigyázzatok, mert rengeteg üveg van, meg rengeteg összetört csempe. Most jelenleg keressük a jó fotózós spotot. Eddig két helyet néztünk, az egyik ez az erkély, amit levideóztam lentről. Evel nem is lett volna baj, csak
Mivel alacsony vagyok, lentről nem látszódok, úgyhogy szorna az egész. A másik meg egy ilyen lépcsős volt. Viszont ott nem mertem oda menni, korlátozott, mert tériszonyom van. Szóval az is sztornó volt, de még van egy ötletem, a padlás lépcsője. Még egy pár hely még van, ugye, amit így elgondoltam, de nagyon kéne valami jót találni. Bye-bye, kastély! Megyünk, megy a vonatunk. Nagyjából egy órát voltunk itt, de, vagy másfelet, de nagyon élveztem, jó képek is születtek, úgyhogy ha gondoljátok, lessétek meg Instán. Úgyhogy most erre iszok egyet, de úgyhogy most megyünk vissza a vonatra, de és ott van mögöttem. Gyönyörű. Szóval mindenképpen gyertek el, ha szeretitek az ilyen helyeket. Nem kell engedély, szóval simán. És könnyen megközelíthető. Szóval az állomástól kb. Olyan 25 perc gyalog, úgyhogy örültem, hogy láttalak, fekete kastély. Most már csak megyünk az állomásra. Iszok. Anya sétál. Itt van velem. Aztán így csillezünk, de esküszöm, olyan jó a hangulata, mert ugye itt van a hegy. De tényleg olyan hangulatos az egész, mint ilyen mesevilágokban. Igen, tényleg olyan nyugis. És nem is jár annyi autó, jó, most pont azt tettem, hogy ment itt el egy nagy kamion, de egyébként tényleg rohadt nyugis, szóval ez az a hely, ahova tényleg lejössz a nagymamádhoz nyáron, és akkor ilyen csilles, nyugodt az egész. Vagy nekem, ami először eszembe jutott, hogy tipikus kisváros, ahol minden nyugis, nem történik semmi, azt jön egy sorozatgyilkos. Nekem rögtön ez jutott eszembe. Szerintem a true crime fanoknak is valami hasonló, de tényleg ettől függetlenül egyébként tényleg nagyon hangulatos, és ilyen nyugis, szóval ha elvonulnék, akkor lehet, hogy ide jönnék. Sziasztok! Itt vagyunk a Balaton, a másodikon visszafele, és ezen kívül ugye még át kell egyszer szállnunk, de most itt egy órás, másfél órás is vár ránk. Itt vagyok és bejelentkeztem, ma már másnap van, de mindenképpen el akartam tőletek köszönni, és el akartam mondani a tapasztalataimat, hogy milyen volt, hogy éltem meg, és összességében én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon élveztem, és megérte elmenni, megérte az a összesen 6 órás út, és az a 6 óra utazás, mert adott annyit, viszont nagyjából 6 órát utaztunk másfélért, ami egy picit fájdította a szívemet, viszont ha nem azzal a vonattal megyünk vissza, amivel mentünk, akkor nem biztos, hogy elértük volna a csatlakozásokat, viszont számomra ez hatalmas élményt nyújtott ez az egész, és tényleg gyönyörű a kastély, van egy hangulata, amit vagy át tudsz venni és meg tudsz érteni, vagy csak egy romhalmaz látsz benne. Ehhez a helyhez is, mint a legtöbb ilyen urbexes helyhez, picit át kell szellemülni, de én tényleg nagyon-nagyon jól éreztem magamat, tök jó képeket lehet egyébként ott csinálni, mert nagyon jó graffitik is vannak, meg nagyon jó helyek vannak, ami nem annyira durva, de tényleg ilyen jó megmenő képeket lehet ott csinálni, én is kivettem egy párat Instára. És én ezt a helyet kezdő urbexeseknek is ajánlanám, mint mondjuk nekem, mert nem kell engedély, könnyen megközelíthető, jó állapotban van, és azt aláírom, hogy eléggé balesetveszélyes, szóval nagyon kell odafigyelni, ugyanis többször volt olyan, hogy egy nem tudom, több mint egy méteres lyuk volt, mármint így széltében, nem mélységre. Egy olyan nagy lyuk volt például az egyik átjárónál, mármint hogy egy átmész az egyik szobával a másikba, szóval nagyon kell figyelni, több helyen le van szakadva a padló,
meg a plafon is lyukas, meg omladozik, meg rengeteg az üvegszilánk, és azt mondtam is többször a videóban, még ugye amikor ott voltam, hogy nagyon kell figyelni, és tényleg zárt cipőbe, vagy olyan cipőbe menjetek, aminek vastag a talpa, vagy nem tud belemenni semmi, mert rengeteg az üvegszilánk, és az nagyon veszélyes tud lenni, szóval nem tudom, lehet ez evidens, de például kisalátot se vigyetek oda, mert a mancsait felsértheti. Úgyhogy tényleg vigyázzatok, mert eléggé balesetveszélyes lehet a hely, de nem vészes, szóval nagyon szépen éppen maradó dolgok is vannak, szóval ne arra számíts, hogy bemész és rádomlik a plafon, csak tényleg vigyázz inkább, hogy hova lépsz, inkább ezt akarnám mondani, meg azért ne annyira ugrálj mondjuk a fapadlón, azt azért így elmondom, de szerintem gyönyörű állapotban. És azt nem mondom, hogy visszamegyek még, szeretnék, de inkább új helyeket szeretnék még felfedezni, de ha mennék, akkor szerintem egy ősszel elmennék, mert ahogy ugye hullanak a levelek, ugye ez egy erdőben van, akkor úgy megvan a hangulata az egésznek, úgy, hogy én még szívesen visszamennék, de inkább új helyeket szeretnék felfedezni, és már terve van a következő hely is, és nem tudom, hogy ez mikor fog megvalósulni, szerintem jövő hónapban már remélem megfog, úgyhogy én már azt nagyon várom, és nyáron egyre több ilyen urbexes videó fog érkezni, ugyanis több helyre el szeretnék menni, és én ezt rendesen szeretném csinálni, mint egy új hobbi, nekem ez nagyon megtetszett, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, és láttam, hogy ti is nagyon szerettétek az előző videót, aminek nagyon örülök, és tényleg boldogát tettek azok a pozitív visszajelzések, hogy tetszik nektek ez a típusú videó formátum, mert én nagyon élvezem csinálni, és tényleg hatalmas élményeket gyűjtök közbe. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és nem sokára érkezem hasonló urbexes, meg nem urbexes videókkal is. Én Aniz voltam, hatalmas élést küldök mindenkinek, vigyázzatok magatokra, puszi!